Az elmúlt évben a grúziai ifjúsági Európa-bajnokságon távolugrásban döntőbe jutott Leveleki Bence. A nyíregyházi atléta idén nyáron még ugyanebben a korosztályban, de más számban hármasugrásban képviselheti a világbajnokságon a magyar színeket. A 16 éves fiatalember a budapesti ifjúsági és junior bajnokságon 5 érvényes kísérletéből utolsóra 14 méter 90 cm-ig jutott, ezzel teljesítette a kenyai VB kiküldetési szintjét. Edzőmmel a hármasugrást tettük a fő szempontban, hiszen abban jobban tudom megcsinálni a technikát, és több esély van nemzetközi szinten. Ezért erre tettük fel az országos bajnokságot, és szerencsére sikerült megcsinálnom a VB szintet. Megnyugtató, hogy most már nem kell annyi versenyen elindulni, hanem csak a fő versenyre, a VB-re tudunk készülni, és ez nagyban remélem segíteni fog a VB-n való szereplésben. A fiatal atléta edzője elmondta, több oka is volt annak, hogy a 2017-es szezonban a hármasugrás került előtérbe a távolugrással szemben. Megnéztük a ranglistát, és a ranglista alapján egy 15 méter 20-as eredménnyel Bence döntőbe kerülhet. Viszont távolugrásban egy 7-20-al nem valószínű, hogy döntős lesz. Ebben az évben azért is nem döntöttünk a távolugrás mellett, mert Bence nagyon sokat nőtt, szétesett a mozgása, tehát egy kicsit most koordinálatlan lett, de ez szépen oda fog erősödni, és ez meg fog változni egy éven belül. Leveleki Bence a hármasugrás mellett még egy aranyérmet szerzett az országos bajnokságon, mivel Béni Gergő Roland, Kovács Máté és Téglási Ákos társaságában tagja volt a 4x200 méteren új országos csúccsal győztes ifjúsági váltónak.